Tábla is jelzi, hogy hol és mekkora területen fekszik Győr legnagyobb kutyafuttatója. Radnóti Ákos elmondta, hogy a Bánaladár és az Ifjúság körút mögötti füves részen most egy kutyajátszóteret is kialakítanak. Itt vagyunk Adivárosban, a Bánaladár utca és az Ifjúság körút mögött. Itt egy nagyméretű kutyafuttató van. Ez a terület innen indul és egészen az Adivárosi tóig tart, tehát valóban a város egyik legnagyobb kutyafuttató területéről van szó. Korábban is itt már intézkedtem, kijelöltük a területet, hiszen nyilván aki kutyát szeretne futtatni, tartani, és van a másik réteg, aki nem szeretne ugye kutyát tartani, és nyugodtan szeretne kikapcsolni, pihenni, egymással néha szoktak viták lenni, azért leválasztottuk ezt a területet, mint egy kerítéses résszel, szépen fákat is ültettünk mellé, illetve mögöttem található az a rész, ahol vannak padok, van kutyavécé, és ilyen kutyahomokozót is alakítottunk ki, de úgy gondolom, hogy ez kevés, hiszen vannak most már olyan modern játékeszközök, ami a kutyások számára kifejezetten szórakoztató, és ugye a nevelésüket is szolgálja, és hát kikapcsolódási lehetőségként is jó. Ezért a közeljövőben ide ki fogunk helyezni játékeszközöket a kutyák számára, és természetesen ezt a területet is egy kissé rendbe tesszük. A meglévő padokat is felújítják, illetve a szükséges talajmunkákat is elvégzik, mielőtt kihelyezésre kerülnek a játékok. Az alpolgármester kéri a lakótelepen lakókat, hogy próbáljanak meg egymás mellett békében élni. Én arra kérek mindenkit, hogy férjünk meg egymással. Itt vagyunk a város egyik legnagyobb lakótelepében. Egyetlen egy kutyajátszótér lesz ezen a nagy területen, viszont van közel 20 gyermekjátszótér, hiszen én is hallottam véleményeket, hogy minek a kutyásoknak játszóteret építeni. Hát én tiszteletben tartom az ő kérésüket is, mert nagyon sok kutyatartó van, többek között én is az vagyok, úgyhogy nekik is természetesen vannak jogaik, hogy lejöjjenek kutyát tartani és egy kicsit kikapcsolódjanak. Viszont gyerekjátszótérből is rengeteg található a város részben, hiszen a Barátságparkban van egy nagyon szép, és hát az Adivárosi tó várjátszótere azt gondolom, hogy az egyik legjobb játszótér itt a városban, de mögöttünk is pont itt a Bánadár utcai 5 emeletesek mellett 10 éve, tehát egy nemrégi játszóteret alakítottunk ki, úgyhogy azt gondolom, hogy itt mindenki meg fogja találni a számítását, hogy kikapcsolódjon. Radnóti Ákos kitért arra is, hogy nem szeretnék elkeríteni teljes mértékben a területet. Nem szeretnék ilyen ketreceket létrehozni, hiszen az állatkertben vannak, itt közterületen vagyunk, tehát nem szeretném az egész területet lekeríteni, lezárni. Tény, hogy jöttek ilyen kérdések, és a nagy testű kutyák miatt zárjuk le az egészet, de hát itt egy óriási területen vagyunk, nem óhajtok több száz méter kerítésezést végrehajtani. Tény, hogy a kerítés, ami egyrészt már megújult, az kész, viszont mellett egy derékszögbe le fogjuk választani azt a részt, ahol már kutyát nem lehet tartani, tehát azt gondolom, hogy bőven elég lesz ez az intézkedés is, és azt gondolom, hogy mindenki ugye jól látható, már most is ki van táblázva, tudja, hogy hol lehet kutyát tartani és hol nem. Az alpolgármester azt is megmutatta, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően milyen játékokkal bővül a terület, ahol lesz többek között libikóka és szalompálya is, hogy a kiskedvencek minél nagyobb örömüket leljék benne.